A Tamásin keresztül vezető és a városban a keresztalakban egymást metsző főutak mentén, a város határában a katolikus közösség összefogásával négy keresztet állítottak, melyeket ünnepélyes keretek között áldott meg Felföldi László pécsi megyéspüspök, aki egy különleges jelnek nevezte azt az együttműködést, aminek köszönhetően megvalósulhatott ez a nem mindennapi cselekedet. Régebben nagyon népszerű volt, és fogadalmi keresztek születtek, háladásból születtek, családok, közösségek. Utána volt egy óriási szünet, és most újra ereje lett a keresztnek. Én látom, és azt érzékelem, különösen itt ebben az egyházmegyében, hogy az emberek újra a lélek, a szív, a család, a közösség felé fordulnak, és ebben természetesen, aki érték felé fordul, azaz Isten felé fordul. És a kereszt egy nagyon hétköznapi, de a világ legrendkívülibb jele. A szeretetnek, a szenvedésnek a jele, üzenet mindenképpen Isten és ember szerető üzenete. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy itt Tamásiban most négy kereszt született valójában a bejáratoknál, a város bejáratainál, és azt gondolom ez üzenet a világnak, Európának, ahol eltüntetik a kereszteket, ahol szégyellik a kereszteket, hogy az élet az csak itt fog élni, ott fog gazdagodni, ahol a szeretet gazdagodik, és a kereszt nélkül a szeretet nagyon gyenge, és nagyon összeesett lesz. De ha kereszttel együtt tudjuk vállalni, akkor él a szeretet, és akkor él a család, él az ember. Az eső nem szegte kedvét az egyház közösség tagjainak, hogy részt vegyenek az ünnepi szertartáson, ahol a Szent Cecília katolikus zenekar övernesztette meg játékával a jelenlévőket. Podga Ferenc tamási polgármestere azt mondta, a kereszteket 2021 végén sikerült felállítani. Tavaly évtől kezdve négy hatalmas, gyönyörű gránit kereszt köszönti az ideérkezőket és akár az innen távozókat. A keresztállítás, főleg az útmenti keresztállítás egy régi hagyomány itt ezen a környéken is. Elsősorban, ha fizikailag nézzük, földrajzi határokat jelöl, mint ahogy az imént is említettem, a város határát is jelzik ezek a keresztek. Lelki értelemben nyilván sokkal többet jelent. Azt jelenti, hogy az itt lakók többsége keresztény, az itt lakók többsége hisz azokban az értékekben, amelyet a keresztény közösséghez való tartozást jelent. Ez egy összetartozás, összekapcsoltság az itt élőkkel, az itt lakókkal. Tehát én azt gondolom, hogy egy óriási lelki jelentősége is van annak, hogy innentől kezdve kereszteket itt a városba bevezető út mentén is láthatunk. A négy új kereszt állítását Mátyás Imre korábbi plébános kezdeményezte, melyhez csatlakozott Szijjártó József, az egyházközösség tagja, aki a keresztek végleges elkészültéig segítette koordinálni a megvalósulást, mondta el Csibi Imre plébános. Az egyértelmű, hogy vannak célok, amiért össze tudnak fogni. Remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban, években, amit itten eltölthetek, minél több ilyen eseményt tudunk együtt megünnepelni, amiben tamási katolikus közösség, de talán nem csak a katolikus közösség, hanem tamási minden jó akaratú emberének az összefogását, annak eredményei, gyümölcseit különböző módokon, de meg tudjuk ünnepelni majd. Sokszor kértem még elődömnek a segítségét, hogy hogyan is gondolták, mint is gondolták, tehát igazából nekem csak az adminisztratív lezárás maradt. Nagy segítség volt mind a kettejüknek a munkája. Vannak olyan települések, ahol ennél is sokkal több van, kint a határban is messze területekre elszórva, van ahol meg alig egy-kettő. Tehát ez nem település mérettől függ, sokkal inkább a település közösségének a lelkiségétől. Érkezzenek bármely irányból Tamásiba, ezután a település katolikus egyház közösségének tagjai által állított keresztek fogadják az ide látogatókat.